Lezárult az a projekt, amelynek során több mint 200 millió forint pályázati összegből felújították az Újhatvani Városrész csatorna rendszerének főgyűjtőit, a belvíz által leginkább veszélyeztetett szakaszokat. A beruházás során a csatornákat kitisztították, az átereszeket helyreállították, valamint a nyomvonalakat is felújították. Ennek köszönhetően az ár és helyi vízkár veszélyeztetettség megszűnt. Talán szinte majdnem mindannyiunknak legnagyobb értéke az ingatlan, amiben lakik, és hogyha az ingatlant veszély fenyegeti, a víz fenyegeti, akkor akár egy érett munkáját is fenyegeti. 2010 egy rendkívül csapadékos év volt, és nagyon komoly problémák alakultak ki 60-ban. Az előző városvezetés nem igazán foglalkozott ezzel a kérdéssel, és így 2010-ben többször árvíz volt a Liszt-Ferenc utcában, illetve itt, ezen a környéken, ahol ez a beruházás megvalósult, ingatlanokat veszélyeztetett a belvíz. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a mostani városvezetés komoly erőfeszítéseket tett már eddig is annak érdekében, hogy a 60-iakat megvédje az ár és belvíz elleni károktól. Először nyert a Liszt-Ferenc utcai árvízvédelmi pályázat, utána pedig nyert az a 200 milliós belvízvédelmi pályázat. Ez a pályázat gyakorlatilag itt a veszélyeztetett területen árkokat, átereszeket alakítottunk ezzel a pályázattal. Itt nyílt és csapadékvíz átvezető árkokról beszélünk. Maga a projekt az elég nagy, hiszen 1600 folyóméter áteresről beszélünk, ami durván 330 ingatlant érintett a körzetben. És ehhez a projekthez hozzátartozik még a Május 1 utcától a Kölcsi utcában lévő zárt csapadékvíz csatornának a rendbetétele át a Rákóczi úton, mert az átmegy a főút alatt, és folytatódik a Bajcsi-Zsilinszki utcában teljesen a MÁV területig, tehát ezt a csapadékvíz csatornát is rendbe tettük ebben a projektben. A pályázat célja, hogy a megnövekedett csapadékvizet az új rendszer problémamentesen tudja elvezetni. Szabó Zsolt államtitkár szerint már egy ideje szükségessé vált ez a beruházás. Emlékszünk, hogy 2010-ben milyen időjárás volt itt. Emlékszünk, amikor teli voltak az elvezetők, és nem tudott elfolyni. A házakat ontotta el a víz, vagy öntötte el a víz. Vizesedtek a házak. Mi ezen szeretnénk segíteni. Azok a fejlesztések, amiket végrehajtunk, 60-ban is végrehajtottunk, azok nagyjából egy közel 2 méterrel már a talajvíz szintjét vitték lefelé, és az a célunk, hogy ezeket a gyors, havária-szerű esődéseket, vagy a belvizet minél inkább tudjuk kezelni. A városnak ezen a részén nem volt soha ekkora beruházás végrehajtva, pedig az itt élők nagyon is 60-iak, és szeretik városukat, és mi ebbe szerettünk volna neki segíteni. Az államtitkár azt is elmondta, hogy terveik között szerepelnek további fejlesztések. A csapadékvizes pályázatokra külön figyelmet fordítanak annak érdekében, hogy többet ne okozzon gondot a víz 60-ban.